Vörös Sándor, se hal, se lát dömötör. Se hal, se lát dömötör, buta volt, mint hat ökör. Mert ez a se hal, se lát, kerülte az iskolát. Azt gondolta, hogy a pék a pékhálót szövi rég, és kemencét fűt a pók, ottan sülnek a cipók. Azt hitte, hogy szűcs az ács, zapszalmát sző a takács, sziklát aszal a szakács, libát patkol a kovács. Míg más olvasott meg írt, ő csak ordítani bírt. Megette a könyvlapot, s utána tintát ivott. Csak azt mondom, dömötör, buta volt, mint hat ökör. Mert ez a se hal, se lát, kerülte az iskolát. Béméhes Vera. Miért fontos megtanulni jól olvasni? Azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek, akik jól tudnak olvasni, nagyon sok örömet nyújt az olvasás. A könyvekben szép meséket olvashat tündérekről és királyfiakról. Olyan elképzelt történeteket gyerekekről és felnőttekről, amilyenek velünk is előfordulhatnának. Aki jól olvas, annak könnyebben megy a tanulás.